Kilencedik rész, tanácsok sok kérdést illetően. Bevezetés. Bizonyos okok miatt Ellen White különböző területeken adott tanácsai az évek során előtérbe kerültek, és felkeltették érdeklődésünket. Ezek a kertészkedés témájában adott néhány tanácstól a bűntelenség és üdvösség kérdéséig terjednek, és közülük mind alkalmasnak látszott a szemelvények Ellen White írásaiból egyik kötetében való összegyűjtésére. Ezek a kijelentések alkotják a következő részt. Miközben mindegyik kijelentés érdekesnek és hasznosnak bizonyul majd szinte minden olvasó számára, a figyelmet különösképpen az utolsó idézetek némelyikére szeretnénk fordítani, köztük is a következő kettőre. Úttörőink becsmérlése, támadások Ellen White és munkája ellen, ha a hely engedte volna, több kijelentést is közöltünk volna. White bizottság. 33. fejezet, az egészségügyi reformmal kapcsolatos bizonyságtételek helyes alkalmazása. Battle Creek, 1881. március 23. Teljességgel hiszem, hogy mindennek vége közel van, és hogy minden Istentől kapott erőnket, az Úrért végzett legbölcsebb és a legkomolyabb szolgálatra kellene fordítanunk. Isten kihozott egy népet a világból, hogy alkalmassá tegye őket a tiszta és szent mennyei létre, de nem csak erre, hanem arra is, hogy a tőle nyert bölcsességgel és az ő munkatársaiként felkészítsenek egy népet az Úr napjára. Nagy világosságot nyertünk az egészségügyi reformról, de mindenki ügyeljen arra, hogy elfogulatlanul kezelje és bölcsen képviselje ezt a kérdést. Tapasztalataink során sok mindenkit láttunk, akik nem úgy mutatták be az egészségügyi reformot, hogy az jó benyomást tegyen azokra, akikkel elszerették volna fogadtatni nézeteiket. A Biblia tele van bölcs tanáccsal, és még az evés és ivás kérdése is helyet kap soraiban. A legnagyobb kiváltság az ember számára, hogy isteni természet részesévé válhat, és a hit, amely szoros kapcsolatba köt minket az Atyával, úgy alakítja gondolkodásunkat és viselkedésünket, hogy általa egyé válhatunk Krisztussal. Senki ne elégítse ki mértéktelen étvágyát olyannyira, hogy azzal meggyengítse az emberi szervezet bármelyik finom elemét, és így megrongálja értelmét és testét. Az ember az Úr megvásárolt tulajdona. Ha isteni természet részesei vagyunk, akkor közösségünk van alkotónkkal, és értékeljük Istennek mindaz a munkáit, melyek Dávidot a következő szavakra indították. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam. 139. Zsoltár 15. verse. Ha isteni természet részesei vagyunk, akkor testünk szerveit nem a magunk tulajdonaként tekintjük, mintha mi alkottuk volna azokat. Értékeljük az emberi test minden Istentől kapott képességét. Nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Korintuszi első levél, 6. fejezet, 19. és 20. verse. Testünk, lelkünk és értelmünk egyetlen elemével se bánjunk balgatag módon. Az emberi test egyetlen finom szervét sem ronthatjuk meg anélkül, hogy ne kellene megfizetnünk a természeti törvények áthágásáért kijáró büntetést. A gyakorlati életbe ültetett bibliai hit biztosítja értelmünk legmagasabb szintű kifinomulását. Isten igéje magas szintre emeli a mértékletességet. Az igének engedelmeskedve egyre és egyre magasabbra emelkedhetünk. A mértéktelenség veszélyéről határozott kijelentést kaptunk, és a teljes szentírás elénk tárja a mértékletességből származó áldásokat. Isten hangja megszólít bennünket. Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Máté evangéliuma 5. fejezet 48. vers. Tanulmányozzuk alaposan Dániel történetét, és tanuljuk meg az Isten által kijelölt leckéket a szent történelemnek ebből a példájából.
óvakodjunk a szélsőségektől. A mértékletesség és az egészségügyi reform elveit a Biblia szempontjából szeretnénk bemutatni, ezért azok képviselete során óvakodnunk kell a sürgetéstől és a szélsőségektől. Vigyázzunk, nehogy akár egyetlen olyan hamis veszőt is beoltsunk az egészségügyi reform üzenetébe, mely saját erőltetett nézeteink szüleménye. Erős jellemvonásainkat ne szőjük bele az üzenetbe, mint Istentől származó hangot, és közben elítélve mindazokat, akik nem értenek egyet velünk. Időbe telik, amíg az emberek felhagynak rossz szokásaikkal. Kérdéseket kapok a testvérektől az egészségügyi reform kapcsán. Azt hallom, hogy némelyek próbakőként állítják fel a bizonyságtételekben megfogalmazott világosságot az egészségügyi üzenettel kapcsolatban. Kigyűjtenek néhány kijelentést valamely helytelen étkezési szokással kapcsolatban, melyeket olyan egyénekhez intéztem, akik rossz irányba vették útjukat. Ezután felnagyítják ezeket a kijelentéseket, és nagy nyomatékkal hirdetik őket, miközben sajátos és kivetnivaló jellemvonásaikat is beleszövik azokba. Ekként állítanak próbaköveket az emberek elé, akiknek így módon csak ártására vannak. Mértékletesség és óvatosság. Hiányzik közülük Krisztus alázata és szelíd lelkűsége. Mértékletességre és óvatosságra van szükségük, de ők nem rendelkeznek ezekkel a kívánatos jellemvonásokkal. Isten átformáló erejére van szükségük. Az ilyen emberek sokat árthatnak az egészségügyi reform üzenetével. Olyan előítéleteket ébreszthetnek az emberekben, melyek bezárják fülüket az igazság előtt. A bölcsen képviselt egészségügyi reform jelentős sikerrel készíthető elő az utat az igazság előtt. Amikor azonban szerepét nem túl bölcsen az üzenet legfőbb részeként határozzák meg, ez előítéleteket teremthet a hitetlenek körében, s elzárhatja az utat az igazság elől, és azt a benyomást keltheti rólunk, hogy szélsőségesek vagyunk. Az Úr azt akarja, hogy legyünk bölcsek, és értsük meg szándékát. Nem szabad okot adnunk arra, hogy szélsőségesnek tartsanak bennünket, mert az kedvezőtlen helyzetbe hozna minket, és az Istentől kapott igazságot, melyet tovább kell adnunk a világban. A megszenteletlen én beleszövése által az áldás botránykővé válik. Tudunk azokról, akik kiválogatják a bizonyságtételekből a legerősebb kifejezéseket, és anélkül, hogy figyelembe vennék a figyelmeztetések és intések megszületésének körülményeit, minden emberre nézve kötelezővé érvényűnek tartják azokat. Mindig vannak olyanok, akik örömmel kapnak fel bármit, amivel szigorú és nehéz próba elé állíthatnak másokat, és akik saját jellemvonásaikat is átültetik a reformokba. Ezzel már első ránézésre kivívják azok ellenérzését, akiken segíthettek volna, hogyha előzékenyen bánnak velük, és egészséges befolyást árasztanak rájuk. Munkájuk során lerohanják az embereket. A bizonyságtételekből való kiragadások és azok erőltetése inkább kiábrándítja, mint megnyeri a lelkeket. Megoszlást teremtenek ott, ahol békét kellene és lehetne is teremteniük. Veszélyes helyzetben lévő családok. Az Úr felhívta figyelmemet a felhajzott vérmérsékletű családok veszélyére az állatias jellegű viselkedéssel kapcsolatban. Az ilyen szülő gyermekeinek nem lenne szabad tojást adni, mert az ilyen jellegű étel, a tojás és a húsok táplálja és felszítja az állatias szenvedélyeket. Ez igen megnehezíti számukra a maszturbáció bűnös szokásának leküzdését, mely napjainkban szinte egyetemesen bevett gyakorlat. Ez a szokás meggyengíti a testi, szellemi és lelki erőket, továbbá elzárja az utat az örökkévalóság elől. Néhány családot igen siralmas állapotban tárt elém az Úr. Emiatt a lealcsonyító bűn miatt az igazság Istene nem talál utat szívük és értelmük megközelítésére. Ez a gyakorlat hazugsághoz, megtévesztéshez, és alantosan romlott szokásokhoz vezet,
Továbbá mások még fiatal gyermekek elméjének megrontásához és beszennyezéséhez is. Az egyszer már kialakított szokás nehezebben leküzdhető, mint az alkohol és dohány utáni vágy. Ezek az oly elterjedt átkos szokások indítottak azokra a kijelentésekre, melyeket tettem. Az egyedi esetekre szabott dorgálások másokat is figyelmeztetnek, és így jutnak el újabb családokhoz is, nem csak az adott helyzetben megfeddett egyénekhez. De hadd beszéljenek a bizonyságtételek maguk. Senki ne válogassa ki azokat a legerősebb kijelentéseket, melyek bizonyos egyénekhez és családokhoz szólnak, és erőltesse azokat másra csak azért, mert ostorozni és kényszeríteni akarja őket. Hagyjuk, hogy ezek az aktív és erős akaratú emberek kezükbe vegyék Isten igéjét és a bizonyságtételeket, melyek rámutatnak a hosszú tűrés, szeretet és tökéletes egység szükségességére, és végezzék feladatukat buzgón és kitartással. Krisztus kegyelme által meglágyított szívvel és emberi kedvességgel teljes, alázatos lélekkel nem fognak előítéletet ébreszteni, nem okoznak széthúzást, és nem gyengítik meg a gyülekezetet. Vaj, hús és sajt. A vaj, hús és sajt evésének kérdését ne állítsuk senki elé próbakőként, de tanítanunk kell ezeknek a kivetni való dolgoknak a kártékony hatásairól. Akik ezeket a dolgokat összegyűjtik és másokra kívánják erőltetni, nem tudják, mit cselekszenek. Isten igéje az, mely próbaköveket állít népe elé. Isten szent törvényének és a szombatnak megtartása is ilyen, mely örökké való jel Isten és az ön népe között. A harmadik angyal üzenetének örök középpontja nem más, mint Isten parancsolatai és Jézus Krisztus bizonyságtétele. Tea, kávé, dohány és alkohol. A teát, kávét, dohányt és alkoholt bűnös élvezetekként kell megneveznünk, és ezekkel nem említhetjük egy lapon az asztalra kerülő húst, tojást, vajat, sajtot és hasonló ételeket. Ezeket nem szabad előtérbe helyezni, mintha ez lenne a munkánk lényegi része. Az előzőeket, tea, kávé, dohány, sör, bor és erős szeszek nem mértékkel kell használni, hanem teljesen el kell vetni. A mérgező narkotikumokat nem kezelhetjük ugyanúgy, mint a tojás, vaj és a sajt kérdését. Kezdetben az állati eredetű étel nem volt része az ember étrendjének. Minden bizonyítékunk megvan arra, hogy a halott állatok fogyasztása veszélyes, az egyre inkább egyetemessé váló betegségek, és amiatt az átok miatt, mely az ember szokásainak és bűneinek következtében egyre nagyobb erővel nehezedik földünkre. Az igazságot kell bemutatnunk. Fontoljuk meg alaposan, hogy milyen ételeket válasszunk ki annak érdekében, hogy szervezetünk jó és egészséges vért képezhessen. 5. kézirat 1881-ből. Az egészségügyi reformra szégyent hozó munkamódszer. Némelyek nem a legjobb és leghelyén való benyomást keltik másokban. Szemellenzős elgondolásokhoz és tervekhez ragaszkodnak, és halvány fogalmuk sincs az egészségügyi reform miben létéről. Kiragadnak egyénekhez és különleges esetekre szóló bizonyságtételeket, és általánosan alkalmazzák őket minden esetre, ezzel hiteltelenné téve munkámat, és az egészségügyi reform kapcsán adott bizonyságtételeimet. 57. levél 1886-ból. 34. fejezet. Az étvágy kényeztetésének testi-lelki veszélyei. Változások a húsfogyasztás következményeként. A halott állatok húsa eredetileg nem volt része az ember étrendjének. Fogyasztása az özönvíz után lett megengedve, mert minden növényzet elpusztult. Azonban az emberiség, a föld és minden élőlény felett kimondott átok különös és elképesztő változásokat eredményezett. Az özönvíz után az emberek életkora csökkenni kezdett. Ezekben az utolsó napokban a testi, lelki és erkölcsi romlás mértéke rohamosan növekszik. 3. kézirat 1897-ből. Az ítélő képesség megromlik. Egyszerűen azért nem fogjátok fel a húsevés veszélyét, mert vágyakoztok utána.
Az ilyen étrenden az ember olyan ételeket visz szájába, melyek megszenteletlen szenvedélyeket váltanak ki belőle. Alantas érzelmek töltik be az elmét, és a lelki látóképesség elsötétül, mert az én vágyainak kielégítése megrontja az ízlést és az ítélő képességet. Ha ilyen ételeket helyeztek az asztalra, egyenesen szembefordultok Isten akaratával. Olyan állapotokat eszközöltök ki, melyek Isten parancsolatainak elvetéséhez vezetnek. Nem könnyű azonban győzelmet aratni az öröklött és begyakorolt rossz hajlamok felett. Az én uralkodni akar, és diadalra törekszik, de ígéretek szólnak ahhoz, aki győz. Az Úr megmutatja a helyes utat, de senkit nem kényszerít engedelmességre. Az emberre bízza, hogy elfogadja, vagy elveti a kapott világosságot, de választása biztos következményeket von maga után. Az ok okozatot von maga után. Komoly felelősség nyugszik a szülőkön, az evés és ivás helyes szokásainak kialakítása terén. Adjatok gyermekeiteknek egyszerű és tápláló ennivalót, és kerüljetek mindenféle serkentő ételt. A hús hatására az izgák a gyerekek nem nyugodtak és békések, hanem dacosak, ingerlékenyek, indulatosak, és kezelhetetlenek lesznek. Az erények kivesznek életükből, romlás sújtja értelmüket, lelküket és testüket. 47. kézirat 1896-ból. A lelki egészség feláldozása. A halott állatok fogyasztása kártékony hatással van a testi egészségre, és mindazok, akiknek a hús étrendjük részét képezi, növelik állatias szenvedélyeiket és csökkentik lelki fogékonyságukat az igazság erejének felismerésére és annak megértésére, hogy azt át is kell ültetniük mindennapi életükbe. A vallásos és a fizikai élet kapcsolata. A halott állatok húsának fogyasztása kártékony hatása van a lelkiségre. Amikor a hús az étkezés alapelemévé válik, az alacsonyabb rendű szenvedélyek elnyomják a magasabb rendű tulajdonságokat. Ezek a dolgok sértik Istent és a lelki élet romlását okozzák. Bármit teszünk az evés és ivás területén, az testünk gondos táplálása érdekében kell megtennünk, hogy Isten nevének dicsőségét szolgálhassuk. Az egész test Isten tulajdona. Ezért szigorú figyelmet kell fordítanunk testi jólétünkre, mert a vallásos élet szorosan kapcsolatban van a testi szokásokkal és viselkedéssel. 69. levél 1896-ból. Az Úr arra tanította és tanítja népét, hogy a húsevés elhagyása testi és lelki javukat szolgálja. A halott állatok húsának fogyasztására semmi szükség. 83. levél 1901-ből. A tudatos ellenállás veszélye. Ételünk és italunk jelentős kihatással van életünkre, ezért a keresztényeknek összhangban kell hozniuk táplálkozási szokásaikat a természeti törvényekkel. Rá kell ébredjünk Isten irányában tanúsítandó kötelezettségeinkre ezekben a dolgokban. Tegyük komoly tanulmány tárgyává az egészségügyi törvényeknek való engedelmesség kérdését, mert a tudatos ellenállás ezen a területen bűnnek számít. Mindenki érez a személyes kötelességének az egészséges élet törvényeinek betartását. Kinek a tulajdona vagyunk? Sokan felháborodva fordulnak el a világosságtól egy figyelmeztető szó miatt, és megkérdezik, hát nem bánhatunk-e kedvünk szerint önmagunkkal? Ti alkottátok magatokat? Ti fizettétek meg a váltságdíjat testetekért és lelketekért? Ha igen, a magatokéi vagytok. De Isten igéje kijelenti. Áron vétettetek meg. A Krisztus drága vérén. Isten igéje világosan elmondja, hogy szigorúan őrködnünk kell természetes szokásaink felett. Tartózkodjatok az érzéki vágyaktól, amelyek a lélek ellen vannak. Megtegyük ezt? Isten tökéletes igéje megtéríti a lelket. Ha szorgalmasan figyelmezünk rendeléseire, akkor testben és lélekben Isten képmására alakulunk át.
103. levél 1896-ból. A szellemi fejlődés és lelki megszentelődés akadályai. Isten folyamatos növekedést vár népétől. Meg kell tanulniuk, hogy az étvágy kényeztetése a legnagyobb akadálya a szellemi fejlődésnek és lelki megszentelődésnek. Az egészségügyi reform hangoztatása ellenére jellemző ránk a túl sok evés. Az étvágy kényeztetése testi és szellemi romlás legfőbb oka, és nagy szerepet játszik az elgyengülés és korai halál bekövetkeztében. A mértéktelenség ott kezdődik, amikor asztalunkon helytelenül csoportosított ételeket tálalunk. A lelki tisztaságra törekvő egyének tartsák emlékezetükben, hogy Krisztusban van erő étvágyuk megfékezésére. A földi történelem végéhez közeledve, Noé napjaihoz hasonlóan elhatalmasodik az önzés, az erőszak és a bűnözés. Mindennek oka ma is ugyanaz, az étvágy és a szenvedélyek fokozott mértékű kielégítése. Napjainkban különösen szükség van az életmód és a szokások reformjára, hogy elkészíthessünk egy népet Krisztus eljövetelére. Maga a megváltó figyelmezteti az egyházat. Vigyázzatok magatokra, és váratlanul reáltok ne jöjjön az a nap. Az egészségügyi reform tárgyát meg kell értenünk annak érdekében, hogy fel tudjunk készülni az előttünk álló eseményekre. Az Úr művének ez a területe nem kapta meg a hozzáméltó figyelmet, és a hanyagság nagy veszteséget okozott. Kimagasló hely illeti meg a tárgyat. Ne vegyük félváról, és ne tekintsük jelentéktelen tréfának ezt a kérdést. Ha az egyház komolyabb érdeklődést mutatna a reform iránt, jóra való befolyása sokkal nagyobb lenne. Milyen fontos az agy tisztasága és a test betegségektől való megóvása azok számára, akik az Úr eljövetelét várják, akik elhivattak az Úr szőlőskertjének munkásaiként, és akik igyekeznek alkalmassá válni az örökkévaló országban betöltendő helyükre. 35. fejezet. Az egészségügyi reform tanítása a családban. A szülők következetessége a gyermekekkel. Nem bújhatunk ki jelenlegi komoly és felelősségteljes munkánk alól. Több területen van hatalmas szükség a nevelésre. Mindkettőtöknek rá kell ébrednetek, hogy Isten fennhatósága alá tartoztok, az ő tulajdona vagytok. Gyermekeitek is Isten tulajdonában vannak abból a célból, hogy az Úr családjának fiatal tagjaivá nevelődjenek. Nem kézzelhetik azt magukról, hogy bármilyen szeszélyüknek szabadon hódolhatnak, és tőlük semmi nem vonható meg. Ha ugyanolyan nevelési terv szerint fegyelmeznétek gyermekeiket, mint amelyet mások esetében láttok, szigorú bírálat alá vonnátok őket. A másik dolog, amikor a sokféle étellel terített asztalnál ülve olyan ételekkel kényeztetitek étvágyatokat, amelyekből a gyerekek nem ehetnek, és így szóltok nekik, ti ebből és ebből nem ehettek, mert árt nektek. Ti pedig jól belaktok azokból az ételekből, melyeket ők nem is érinthetnek. Ne tegyétek ezt! Fegyelmezéseteknek reformációra és elvszerűségre van szüksége ezen a területen. Kegyetlen dolog, amikor harmadszori étkezésed az asztalhoz ültök, és nagy elégedettséggel és jókedvel beszélgettek és falatoztok, miközben mellettetek ülő gyermekeitek semmit nem ehetnek. Hát ezzel akarjátok bemutatni, hogy mennyire fegyelmezettek, hiszen úgy nézik végig étkezéseteket, hogy közben nem lázadnak fel tekintélyetek ellen. Dehogy is nem. Most még fiatalok, de ha továbbra is így fegyelmezitek őket, idővel semmi tekintélyetek nem lesz. A gyermek túltáplálása. Továbbá attól félve, hogy a gyermekek nem esznek eleget az asztalnál, evésre és ivásra sürgetitek őket. A legkisebb aggodalomra és félelemre sincs szükség amiatt, hogy nem esznek eleget. Kicsi gyomrukba nem fér nagy mennyiség. Ebből azokból inkább jobb háromszor enniük, mint kétszer. Sok ennivalót adtok nekik egyszerre, ezzel megteremtve az alapot gyomruk kitágulására, ami emésztési zavart okoz. Nem bős dolog olyan ételt vagy italt adni nekik, amit szervezetük nem fogad be jól. Tegyétek eléjük ugyanazt az ételt, amit ti is enni akartok.
ami egészséges az ő számukra, számotokra is az lesz. A mennyiségre azonban még az egészséges ételek esetében is vigyázni kell, hogy ne kerüljön túl nagy adag a gyomorba egy étkezésnél. Ha megfelelő leckéket kívánunk adni gyermekeinknek, nekünk magunknak is mértékletesnek kell lennünk minden dologban. Ha idősebbek lesznek, minden következetlenségre felfigyelnek veletek kapcsolatban. Ne állítsunk fel kizárólagos szabályt. Étkezések között semmit nem szabad fogyasztanunk. Az elmúlt 25 év során naponta kétszer ettem. Magam részéről nem használok vajat, de néhány velem együtt étkező munkatársam fogyaszt vajat. Szervezetük nem tudja feldolgozni a tejet, mert megerjed a gyomrukban, de a vajat kis mennyiségben be tudják fogadni. Az étkezés kérdését nem szabályozhatjuk egyetlen kizárólagos szabállyal. Valaki tudja enni a babot és a sárga borsót, de ezek számomra fájdalmat okoznak. Némelyek étvágya bizonyos jellegű ételeket részesít előnyben, és szervezetük hasznosítani is tudja azokat, míg mások nem vágynak ilyen ételekre. Nem lehet egyetlen szabályt felállítani mindenki számára. 15. kézirat 1889. 36. fejezet. Ellen White imája a betegekért. Néhányan feltették a kérdést, gyógyított-e betegeket White testvérnő? A válaszom ez nem, nem. Gyakran hívtak, hogy imádkozzam betegekért, és az Úr Jézus nevében kenjem meg őket olajjal. Ilyenkor együtt kértem velük az ígéret beteljesedését. A hittel mondott ima megtartja a betegeket. Semmilyen emberi hatalom nem mentheti meg a betegeket. A hittel felajánlott imán keresztül a nagy orvos tölti be ígéretét azokon, akik segítségül hívják az ő nevét. Semmilyen emberi hatalom nem bocsáthatja meg a bűnöket, és nem szabadíthatja meg a bűnöst. Egyedül Krisztus teheti meg ezt, a test és a lélek irgalmas orvosa. Gyakran volt részem a betegekért való imádkozás kiváltságában, de sokkal többször kellene gyakorolnunk. Ha szanatóriumainkban több imádságot ajánlanának fel a betegek gyógyulásáért, a gyógyító hatalmas ereje megmutatkozna köreinkben. Sokkal többen nyernének erőt és áldást, és sokkal többen gyógyulnának meg akut betegségekből. Krisztus gyógyító hatalma csodálatos módon nyilatkozott meg a múltban. Mielőtt olyan intézmények áldásaiban részesültünk volna, ahol a betegek enyhülést szerezhetnek szenvedéseikre, komoly és hittel teljes imádság és szorgalmas kezelés által a látszólag legreménytelenebb eseteket is sikerrel vittük keresztül. Az Úr hitre hívogatja a szenvedőket ma is. Az ember szüksége lehetőséget nyújt Istennek. Egyszerű és odaadó ima a kezelés kíséretében. Minden betegünk kezelésekor egyszerű és odaadó imában kell folyamodni a gyógyulás áldásáért. Fordítsuk a betegek figyelmét az együttérző, megváltó, megbocsátó és gyógyító hatalmára. Kegyelmes gondviselése által a betegek meggyógyulhatnak. Fordítsátok a szenvedők figyelmét a mennyei udvarokban való közbenjárójukra. Mondjátok el nekik, hogy Krisztus meggyógyítja a betegeket, amennyiben azok megtérnek és felhagynak Isten törvényeinek áthágásával. Van megváltónk, aki megmutatkozik szanatóriumainkban azok megmentésére, akik átadják neki önmagukat. A szenvedők egyesülhetnek veletek az imában. Megvallhatják bűneiket, és bűnbocsánatot nyerhetnek. Krisztus az, aki gyógyít. Soha nem állítottam, hogy betegeket gyógyítok. Minden esetben Krisztus volt az, aki gyógyított, mint ahogy Krisztus volt az is, aki szolgálatás során életre keltette a halottakat. Ebben a Krisztusban kell bíznunk és hinnünk. A gyógyítás során alkalmazott eszközökre helyezett áldása sikert hoz. Krisztus kegyelme örömmel mutatkozik meg a szenvedő emberiség javára. Ő az, aki jelen van a beteg gyógyítása során, ezért az orvosoknak dicsőséget kell adniuk neki a csodálatos eredményért. 158. levél.